Fontos, hogy tudjam, hogy mi a HIV státuszom, hogy egyrészt, hogy minél korábban diagnosztizálják, annál több esélyem van arra, hogy hosszabb életem legyen. Másrészt meg esetleg nem fertőzök meg másokat, ha éppen az vagyok, hogy legalább jobban figyelek. Fontos, hogy amikor valaki HIV tesztre jön, vagy akármilyen tesztre jön, amiben nem betegséget szűrünk, akkor ne ijesszük el. Nincsen szükség arra, hogy itt nevet adjon, vagy pénzt fizessen, mert ez anonim és ingyenes. Ilyenkor általában rákérdezzünk nagyjából a szexuális szokásokra, érzi-e úgy, hogy volt alkalom megfertőződnie. Fontos, hogy ilyenkor mindenféle kérdésekre választ kapjon az illető, aki tesztelésre érkezik. Nagyon kevés az a szűrőállomás, ahol anonim módon és ingyenesen leszűrhetjük magunkat, és ezeknek is a nyitvatartás idejük általában nem felel meg egy dolgozó embernek az igényeihez. Valószínűleg ezzel is magyarázható, hogy Magyarországon nagyon kevesen járnak szűrésre. Gyakorlatilag folyamatosan apadnak el az állami pénzek. Azt nagyon jól tudjuk, hogy Magyarországon gyakorlatilag semmilyen kampány nincs, ami a HIV fertőzésre hívná fel a figyelmet, és azért ez meg is látszik a fertőzötteknek a számának az emelkedésében. Az elmúlt 5 évben megduplázódott az új HIV eseteknek a száma, és ezt sajnos nem egy célzott, jól irányzott hatékony szűrőprogramnak köszönhetjük, hanem egyszerűen ennyivel több lett az új fertőzötteknek a száma. A legtöbb kiszűrt az általában késői stádiumban kerül felfedezése, ilyenkor már nagyon rossz az immunrendszer állapot, és nagyon nehezen hozható vissza egy egészséges állapot. Amellett, hogy sokan késői diagnózist kapnak, amelyet nagyon sok azoknak az aránya, kb. 40%, akik nem is tudják, hogy HIV fertőzöttek. Ugye ma Magyarországon egyedül a László Kórház biztosítja a HIV pozitívaknak a gyógyszeres kezelését. Ez, hogy csak László Kórház és csak, ha jól tudom, 3 orvos foglalkozik ezzel Magyarországon, és tudjuk, hogy van 1700-1800 fertőzött, azért hogyha jövőbe tekintek, akkor ezt bővíteni kéne, mert ez a 3-4 orvos sem fogja állandóan tudni ezt csinálni. A magyar emberek 90%-ában még az a kép él a HIV fertőzésre, ami a 80-as években volt jellemző, hogy ez 4-5 éven belül elviszi az embert, és hogy ez jó nyilván halálos, de és hogy könnyen meg lehet fertőződni. És ilyenkor mindig meg kell mondani, hogy azért a mai modern terápiával gyakorlatilag egy olyan életszínvonal biztosítható a fertőzötteknek, hogy 70-80 éves korukig élhetnek. Valóban orvosi szempontból nem egy halálos betegségről van szó, hanem egy gyógyíthatatlan állapotról, de nagyon sok esetben társadalmi halállal, társadalmi ellehetetlenüléssel kell szembenézni egy HIV-vel élőnek, munkahelyén, iskolában, egészségügyi ellátás során rengetegszer diszkriminációnak lehetnek áldozatai. Én is egyetemi klinikán dolgozom, nagyon sokszor volt már olyan, akár benfekvő HIV pozitív beteggel, akár ambuláns beteggel, hogy visszajött a beteg, hogy megtagadták tőle a kezelést. Ugye az egészségügyi törvény tiltja azt, hogy orvos megtagadja valakitől ezért a vizsgálatot. Nagyon nehéz olyan HIV-vel élőt találni, aki személyesen vállalna egy ügyet. Pontosan a stigma miatt nagyon nehéz előbújni, sok esetben inkább eltűrik a jogsértést, vagy például egy következő esetben nem közli a fogorvosával a HIV státuszát. Ez egyfajta megoldás, de hosszú távon semmiképpen nem megoldás ezekre az esetekre.